Azért próbálom fontos dolgokat elmondani. Igaz, a nagy többség azt mondta, hogy nem ismer, akkor egy gyors bemutatkozással kezdenék. Kormos Péter vagyok, még 43-44 éves vagyok, Budapesten élek. Körülbelül 10 éves koromban kezdtem el makettezni. Az első díjam a 18 éves koromban kaptam, és onnantól kezdve az jóformán az összes makett, amit elkészítettem, ennek a nagy többsége az a makettversenyen is indultam. Díjazott makett volt, 25 éves koromban kaptam a mesteroklevelemet repülő kategóriába. Most amikor itt készülgettem, szedtem elő pontozólapot, pont a, legalábbis azt hiszem ezzel a makettemmel, ennek a makettnek, a mesteroklevelés makettemnek a pontozólapját hoztam el, így véletlenül. Majdnem 100 díjam van Magyarországról, külföldről, ahol elmentem a világba makettversenyekre. Nagyon sokáig a díjak érdekeltek, úgyhogy nagyon, nagyon fontos volt számomra az a pontozóalap, amiről beszélek. De aztán körülbelül 10 évvel ezelőtt úgy döntöttem, hogy nem érdekel annyira már ez a versenyzés, és tudatosan elkezdtem visszavonulni magától a versenyzéstől, és inkább a zsűrizés felé, vagy inkább a versenyszervezés, vagy a versenyek körüli háttérmunkába próbálom a makettezést tovább segíteni. Ez az esemény, ahol itt vagyok, ahol a tudásomat megosztom, és ez is egyfajta ilyen hála és köszönet a makettező közösségtől, amit én az évtizedek során kaptam. Mert ez a sok díj, ez a sok siker, amit a makettezés során én az évtizedek alatt begyűjtöttem, ez annyi pozitívumot, annyi támogatást adott nekem, amit úgy érzek, hogy egész életemre kitart, és az egyéb életem során jelentkező nehézségekbe is kisegít. Na most lehet, hogy egy szociológus belekötne a kijelentésembe. Most rátérnék a pontozásra. Az emberi gondolkodás, kétféle egyszerű gondolkodás van. Van, úgy hívják, idegen szó, vagy deklaratív, vagy imperatív gondolkodás. Az imperatív gondolkodás, mondjuk ilyen férfi-női, nagyon leegyszerűsítő gondolkodás, vagy meghatározással élve, az imperatív gondolkodás az azt mondja, hogy nekem kell. Én szeretnék egy jó makettet, vagy én szeretnék egy jó autót, vagy ilyesmi, egy jó élményeket. A deklaratív gondolkodás pedig az, hogy apró, ilyen analitikus, egyszerű lépésekre... Felhívom a figyelmeteket, hogy a pincérek Kormos Péter előadása a makettkészítési hibákról folyamatban van. Akit érdekel a téma, a bejárattal szemben lévő pincében tekinteti meg az előadást. Köszönöm szépen. Na szóval a deklaratív gondolkodás az egy ilyen analitikus gondolkodás, apró lépésekre bontja föl az adott problémát, és az apró lépések sorozatával próbálja megoldani a feladatot. Na most egy pontozólap, én szerintem, bár ezt senki nem mondta nekem eddig ezt így formálisan, ennek a deklaratív gondolkodásnak egy eredménye itt. Amit én mondtam, amivel én mesteroklevelés makettező lettem, makettem, ez itt egy 31 tételes lista. Igaz, évekkel később ez a 31 tételes lista 22 tételesre egyszerűsödött. Ugyan ez egy ilyen feljavított kategóriáról szól, ez a másik, amit én hoztam az ősmúltból, a régmúltból, ez egy más, ugyan repülős kategóriának a pontozása. Ettől is van egy még egyszerűbb, amit elhoztam, ami az aktuális, az egy 19 pontból álló kritériarendszer, ami most ma mennénk végig. Körülbelül egy olyan 5-10 évvel ezelőtt azt vettem észre, hogy egyfajta változás állt be a repülőgép makettek, meg egyébként a maketteknek a megítélésébe. Évtizedekkel ezelőtt, igaz, egyszerű eszközökkel, egyszerű technikákkal készültek a makettek. Ugye összeragasztani valahogy meg tudták ragasztani az emberek a makettjeiket, még ilyen kezdetleges festékszóróval, ecsettekkel le is festették a makettjeiket, de maga a festés technikák
bár fontos elemei voltak a maketteknek, a repülőmaketteknek a megítélésébe, de én azt látom, hogy körülbelül 10 évvel ezelőtt kezdett el egyre nagyobb hangsúlyt kapni a repülőknél a festés és a koszolás. És hogy mennyire reális az a kép, amit maga a festés az megmutat. Ahol én ezt tapasztalom, azok az RC-gépek, ugyan most maketekről beszélünk, nem a működőképes modelleknél, de kb. 10 évvel ezelőtt kezdtem én azt ellátni, hogy az RC repülőket is rettentően részletesen egyrészt javítják föl, másrészt pedig festik. A másik dolog meg az, hogy a művészetbe, a festészetbe van egy ág, úgy hívják, hogy hiperrealisztikus festészet. Ismerős ez valakinek? Hiperrealisztikus festés. Én nem vagyok művész lélek, ezt majd ez a bevezető után majd kihangsúlyoznám ennek a lényegét. A hiperrealisztikus festészetnek az egyik kulcsfontosságú eleme, hogy a festészet során olyan részleteket is megfest az a művész, ami egyébként általában szabad szemmel nem látható. Tehát például egy narancsnak a felületén az a finom kis gödröskés narancsbőr felület, vagy a bőrnek a pórusai, ami egyébként nagyon közelről látható csak, de egyébként nem. És én azt látom, hogy bár elenyésző számmal, nem csak a Magyarországon, hanem a világviszonylatban, de valahogy a hobbiba elkezdenek beszűrődni ezek a művész emberek, akik már ezzel a hiperrealisztikus festészet igényével jelentkeznek. És ez, vagy ennek a farvizén, vagy ezáltal indukálva olyan új technikák jelennek meg a repülőknél, amik ezt a realitás érzést ezt fokozzák. Most még mondom ezt, Magyarországon is, nem mondok nevet, elindult az utóbbi időben egy ilyen harc, a harc szó talán nem a legjobb kifejezés, annak a tekintetében, hogy mi a fontosabb, a repülőknél az építés, vagy a festés. Én azt mondom, hogy a korszellem, ami nem mondom azt, hogy egy jó dolog, vagy rossz dolog, de a korszellem az, hogy maga a finish, a festés az előtérbe kerül, annak ellenére, hogy évtizedekig nem ez volt, vagy nem csak ez volt a fontos szempont. Ez a korszellem, ez mit fog hozni a jövőbe, azt még nem lehet tudni, de ez ha tetszik, ha nem tetszik, bárkinek is, tudomásul kell venni, hogy egyfajta szemléletmód változás van itt, és még egyelőre nem lehet tudni, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Én azt mondom, hogy egyelőre ezt a old school, ezt a régi vonalas iskolát képviselem, ahol a részletek, meg ennek a pontozólamnak a kritériumainak a sokasága meghatározó, de nem tudok elvonatkoztatni attól a helyzettől, hogy maga a festés és ez a fajta hiperrealisztikus vonulata a makettezésnek, ez meg fog jelenni, és a magam szerény képességeivel ezt megpróbálom lekövetni. Na most miért mondom ezt, hogy szerény képességek? Álszentség nélkül állítom ezt, hogy én nem vagyok egy igazából tehetséges művészlélek, egy tehetséges makettező, egy előnyöm van, hogy rettentően kitartó vagyok. És nagyon sok energiát fektetek abba, amit itt ezen a pontozó alapon, mint kritériumok megjelennek, hogy ezeknek a kritériumoknak a csiszolásával én nagyon sok energiát fektettem a múltba, és jelenleg is ezt tart. Bár nem biztos, hogy szerencsés párhuzam, de én a makettezésnek a Gál Tiborjának tartom magamat, bár nem szeretnék ilyen sorssal jutni. Állítólag a Gál Tibor, mint mi ez, úszó, vízilabdázó, olimpikon, őt se tartották egy kiemelkedően tehetséges embernek, de rettentően kitartó volt. És a kitartásával az ösztönös tehetségtelenséget, hogyha ilyet lehet mondani, tudta kompenzálni. És ugyanezt történt velem is, hogy én nem voltam egy ösztönösen tehetséges ember, de rettentően kitartó voltam, és ennek az eredménye volt az, hogy 7 év alatt az első díjazott makettemtől számítva már mesteroklevelet maketező voltam,
és bár nagyon nem görcsölök rajta, de a mai napig, aki ismer, egy mérvadó személyiségnek tart a repülő makettezésbe. És akkor ezután a bevezető után rátérnék a megszavazott témára, ami a repülő makettek építése során jelentkező tipikus hibák és javításainak a javaslatainak a részletezése a repülőgép pontozási lapnak a fényébe. Na most a kijelentés, vagy a címnek a vége, ez nagyon fontosnak tartom, ez, hogy a repülőgép pontozó lapnak a tükrébe. Ugyanis egy repülőgép makette mi a jó, mi a rossz, ez egy abszolút szubjektív dolog. Hogyha majd meglátjuk itt ezeket a kritériumokat, akkor azt látjuk, hogy a nagy részük az szubjektív szempontoknak a sorozata, és nagyon nehéz pálcát törni a fölött, hogy mit tartunk jónak vagy rossznak. Én úgy gondolom, bár nagyon nem tudom megfogalmazni, de úgy gondolnám, hogy az, hogy egy repülő jó vagy rossz, nem csak egy pontozólap alapján lehet megítélni. A pontozólap az nagyon jó sorvezető, és azt javaslom, ugyanúgy, mint ahogy nekem se volt, hogyha valakinek nincs jobb ötlete arra, hogy hogyan készítsen jobb repülőgép makettet, mint amilyet most jelenleg készít, akkor szolgai módon kezdje el lemásolni ezeket az ötleteket, és amikor már elég magabiztosan készíti a makettjeit egy ilyen pontozásos lap kritériumai mentén, akkor kezdje el saját maga kialakítani a saját plusz vagy megváltozott kritérium rendszerét, és amentén próbálja saját magát vagy a makettjeit fejleszteni. Tehát ez a pontozási lap, meg a kritériumok, ez csak egy dolog. Amiről beszéltem, hogy most építés vagy a festés, hogy milyen hangsúlyt kap, a pontozási lap vagy a kritérium rendszerben formálisan nem jelenik meg, de a versenyeknél vannak olyan versenyek, amik súlyozottan alkalmazzák a kritériumokra adott pontokat. Azoknál a versenyeknél, a meglévőknél, vagy esetleg a jövőbe formálódó versenyeknél elvileg megoldható lenne, hogy például a festés, vagy a festéshez kötődő kritériumok nagyobb hangsúlyt kapjanak, mint amit az építés kap. Általában a magyarországi meghatározó versenyeknél javarészt nincs ez a súlyozás, van ahol van, amiről tudok, például a bolyai verseny, de hogyha valaki kritikával él a pontozólappal kapcsolatban, én úgy gondolom, hogy elég már ez a súlyozási rendszer is elég lehetőséget ad arra, hogy le lehessen fedni a jövőben jelentkező igényeket. Persze azt is figyelembe véve, amit én mutattam, hogy ahogy lett a 31-ből 22 és a 22-ből 19 pont, ugyanúgy ez a 19 pont is a jövőben felbővülhet akármire, vagy egy adott kritérium megváltozhat, attól függően, hogy alakul a piac, vagy hogyan alakulnak a makettezői igények, vagy a zsűrizési igények. Ki az, aki látott már pontozó lapot? Jó, egy-két ember. Én bátorítok mindenkit, aki eljár makettversenyre, és tudja, hogy ott pontozásos makett értékelés van, hogy kérjen vagy a saját makettjéről egy pontozólapot, vagy egyszerűen csak egy kitöltetlen pontozólapot kérjen, és otthon tanulmányozza. Igaz, Magyarország talán legnívósabb makettverseny, az a Mosonmagyaróvári makettverseny. Én tegnap nézegettem a honlapját, nem találtam meg rajta. Állítólag megtalálta a honlapon is pontozólapok, letölthetőek, nem találtam meg. Hogyha majd visszanézik majd ezt a felvételt versenyszervezők is, akkor én bátorítanék mindenkit, de majd személyesen is fogok, mert általában jó kapcsolatom van a versenyszervezőkhöz. Majd nyaggatom majd őket, hogy a honlapjukra kerüljenek föl ezek a kategóriák, pontozólapok, nem csak a repülője, hanem minden másé, ami elkészült. Mondom már, ha más nem, legalább sorvezetőként, hogy most jelenleg 2020-21-ben a repülő zsűri mit tekint fontos szempontoknak egy repülőnél.
Az interneten, hogyha rákerestek, azt néztem, hogy a Dobó Jani, hogyha ez mond ez a név valamit, ő neki a blogján, honlapján találtam meg letölthető formátumban pontozó lapot. Az, amin végig mennénk, ez a régieken szerintem nem fogunk. Ami most az aktuális repülős, ezen mennénk végig Septibe. Annyi lenne a kérdésem, vagy kérésem, hogyha valakinek van kérdése menet közben, vagy az előadásom végén, akkor azt kérem, tegye föl. Tehát azt kérném, hogy akinek van kérdése most, vagy az előadás vége felé, azt nyugodtan tegye föl, ezzel is színesítsük az előadást. Tehát ez a 19 pontos vagy kritériumot tartalmazó pontozó listán az első szempont az a nehézségi fokkategórián belül. Igaz, már tapasztaltuk, hogy a repülőknél vannak könnyebben építhető, nehezebben építhető makettek. Könnyebben építhető egy egyfedeles repülő, mint egy első világháborús többfedeles repülő húzalozással, egyéb bonyolult felületekkel. Nyilvánvalóan a hibázási lehetőség is nagyobb egy nehezen építhető maketnél, és ezt a zsűri is figyelembe veszi, amikor egy maketnek az értékelése folyik, hogy milyen nehéz maketből indultunk ki. De fontos megjegyezni, hogy egy maketnek az elsődleges megítélésénél nem az számít, hogy mennyi munkát ölt bele a makettező a maketnek az elkészítésénél, hanem az számít, hogy az elvégzett munka az milyen minőségben történt. Tehát, hogyha én építek egy 4-6 motoros bombázót, aminek silány minőségbe készül el a motorja, az nem fog összességében egy jobb eredményt elérni, mint például egy motoros repülőnek egy jobban elkészített motorja. Tehát egy jobban elkészített motor, még akkor is, hogyha egy darab van, összességében nagyobb értéket képvisel, mint egy többszörözre megjelenő elem, például egy motor, egy adott repülőnél. Tehát ez nagyon fontos szempont. A kettes pont a tálalás. A tálalás általában azt az alapot jelenti, amin a makett a zsűri asztalon megtalálható. Igaz, hogyha elkészül egy makett, ezt lesz, mielőtt elhagyom, elkészül egy makett, a simán lerakhatom oda a fehér terítőre, semmi baj nincs vele. De összességében esztétikusabbnak tartjuk azt megjelenésében egy makettnek, hogyha az a makett egy tetszőlegesen választott makett alapra kerül, mint például ez a lap. Ökölszabálynak vehető az elv, hogy a makettnek a befoglaló, így mutatom, hogy látszódjon talán, a makettnek a befoglaló mérete az kisebb legyen, mint az alapnak a hasznos területe. Ez az alapnak a hasznos területe területébe a keret, az nem számolódik bele. Én általában úgy szoktam megválasztani, vagy építeni a makett alapjaimat, hogy nagyjából 1 centivel lógjon túl a repülőnek a befoglaló méretétől az alap, annyival nagyobb legyen. De semmiképpen se forduljon elő az a helyzet, hogy például valamiért egy olyan kis alapra kerül a repülő, amiről lelóg a szárnyvége, a farok része. Erre érdemes nagyon figyelni. Van egyébként egy olyan praktikus vonulata is az alapnak, hogyha érzékeny részletek, könnyen letörhető részletek vannak egy repülőn, akkor főleg akkor, hogyha rá is van rögzítve az alapra a makett, akkor az alapnál fogva biztosabban tudja a zsűri kezelni a makettet. Sajnos elő szokott fordulni, velem is előfordult már zsűrizéskor, hogy a legnagyobb körültekintés ellenére is letörik egy valami alkatrész a makettről. Én is törtem már le makettről zsűrizés során alkatrészt. Ezt meg tudjuk úszni, hogyha megfelelő méretű és megfelelően rögzített makettel találkozunk, mert volt már úgy, hogy én azért törtem le makettről alkatrészt, mert amikor fölemeljük a zsűrizés során a makettet, akkor úgy próbáljuk
bebiztosítani, így óvatosan megemelgetni, vagy valami, hogy fixen le van-e ragasztva a makett az alapra, erre van külön jelzés is általában a pontozólapokon, de volt már olyan, hogy bizonyos részlete a makettnek, ilyen kiegészítők nem voltak leragasztva, és amikor megemeltem, akkor megindult az egész. És ebből sérülés történt. Tehát ez a tárolás volt a második pont. A harmadik pont az a pilóta kivitelezése, festése. Persze, hogyha jelen van a makettnek az alapján valami pilóta vagy egyéb kiegészítő eszköz. Általában amit tapasztalok, hogy repülő makettezők nagyon jól tudnak repülőt készíteni, de például nem tudnak figurát festeni. Én is évekig, évtizedekig ezzel kilóttak, ma se gondolnám magamat jó figurafestőnek. Egy jól elkészített repülő makettnek a benyomását, megítélését nagy mértékben le tudja rontani egy silány minőségbe elkészült pilóta figura. És ezt már nagyon sokszor tapasztaltam, sajnos az ellenkezőjével nem szoktam találkozni, hogy egy jó minőségű figura mellé egy silány repülőgép makett kerül. A negyedik pont az a geometria főelemek beállítása, szárnya, kormányfelületeknek a beállítása. A repülőknél igaz, már az aerodinamikai követelmények miatt is általában szimmetrikus testről beszélünk. A jobb és bal oldal általában tükröződik a repülőnél. Általában az új maketteknél már nincs ilyen probléma, hogy összeállításnál valami nagyon súlyos geometriai probléma jelentkezne, de például nekem az egyik kedvenc gépem az a B17-es. A B17-esnél jelentkezik az a probléma, hogy például az Academy maketnél, hogyha összeragasztjuk az egyik a törzset a szárnyal, akkor már nem emlékszek melyik oldalon, tehát a bal oldalon az összeragasztás után a bal szárny magasabban áll, mint a jobb szárny. Tehát az összeragasztás után érdemes valami talpas derékszöggel, vagy valamilyen megbízható forrással a derékszögöket, vagy a szögeket ellenőrizni. Én sokszor makett festékeket szoktam használni a szárny vége alá, hogyha engedi, vagy ceruzát, vagy valami hasonló eszköz szoktam használni arra, hogy bebizonyosodjak, amikor mit találjon a függőleges vezérséget beállítottam függőlegesre, hogy a szárny végek megfelelő magasságba állnak. Ezeket érdemes vizsgálni a futóművek beragasztása előtt, és természetesen a futóművek beragasztása után is. Ami egyébként még esetleg sarkalatos dolog, az a vízszintes vezérsíkoknak a beállítása. Általában persze van kivétel is, ezek vízszintesen állnak, merőlegesen a függőleges vezérsíkra. Hát ezt talán nehéz lesz bemutatni. A vízszintes vezérsíkeknek a megfelelő beállításánál egy egyszerű trükk az, hogy fogom a repülőt, és általában a zsűrizésnél is én általában ezt szoktam alkalmazni, fogom a repülőt, és elkezdem a szememet lentébb vinni egy olyan szögbe, amikor teljesen minden, így szemből is érdemes ezt a vizsgálatot elvégezni, és hátulról is, meglepő módon, nem mindig szokta ugyanazt az eredményt hozni. Elkezdem úgy fordítani a makettet, hogy a szárny a felső felületéhez elkezdjen hozzáérni valamelyik vízszintes vezérsíknak az alja, vagy a csúcsa. És azon a ponton, amikor az egyik vízszintes vezérsík éppen hogy hozzáér a szárny felsőhöz, akkor a másik vízszintes vezérsíknak is ugyanolyan távolságnyira, adott esetben érintőleg kell a másik szárnyhoz érnie. Hogyha ilyen eltérés van, akkor az persze még a ragasztó száradása előtt azt korrigálni kell. Most jobb esetben csak a valamelyik vízszintes vezérsík lóg, és azt állítani kell, adott esetben többször is, hogyha a ragasztó lassan szárad. Hogyha a vízszintes vezérsík az vízszintes meg derékszög, hogyha a farok része rendben van, akkor vagy a szárnyal van valami baj, hogy az el van vetemedve, vagy mégse ugyanolyan magasságban van, akkor a szárnyal kell variálni. Extrém esetben előfordulhat az is, hogy a törzs el van csavarodva,
akkor a törzset kell valamilyen módszerrel, adott esetben jó megerőszakolva a makettet, kell a helyére csavarni addig, amíg megfelelően nem állnak a felületek egymáshoz. Tehát a zsűrizésnél én általában ezt szoktam nézni. Megnézem minden is, hátulról is, hogyha ha lehet, megnézem, hogy hozzáér-e szépen a felülethez. Igen, a következő pont az ötös pont, az a felületek ragasztása, tömítések, a panelvonalak. Tipikusan én is sokszor oldószeres ragasztót használok. Oldószeres ragasztónak a tulajdonsága az, hogy lassan szárad. Előfordulhat az, hogy több hét, több hónap után is az az oldószer még dolgozik a műanyagba, és a beszívódás jelensége tapasztalható, ami azt jelenti, hogy az alkatrészek összeragasztásán, ragasztási felületnél a műanyag még zömökül egy kicsit, még beszívódik. Amit igaz lehet tenni ez ellen, hogy nem oldószeres ragasztót használ a makettező, hanem pillanatragasztót, ennek minden hátrányával, vagy amit én szoktam alkalmazni, hogy lehetőleg minél kevesebb oldószeres ragasztót használok, és félreteszem a makettet. A nyár abban a szempontból hasznos, hogy a jó melegben gyorsabban szárad a ragasztó, de én általában akár 3-4 hétre is félreteszem a makettet, és 3-4 hét után, mint ahogy ennél a makettnél is látszik, egy alapozó réteg felfestése után megnézem az összes ragasztott felületet, és ahol beszívódás történik, ott hát már messze ültök, nehezen látszik. Ha kell tömítőt alkalmazok, hogyha nem, ha csak kicsi a beszívódás, akkor az alapozó réteget megfelelően becsiszolva a megfelelő felületet kialakítom. És ezt utána elvégzem, ezt az egészet még egy jó pár hét után is. Persze, hogyha ázott a maketta a ragasztóba, akkor meglepetések is előfordulhatnak, akár egy-két év múlva is előjöhetnek beszívódások. Ezt majd az évek és a tapasztalatok majd segítenek ezt a problémát javítani, de mondom, én általában ezt szoktam csinálni, hogy félreteszem jó pár hétre a makettet, és adott esetben más részegységén dolgozok a makettnek, vagy teljesen más makettet veszek elő. Ez a ragasztások. A tömítéseknél megint annyit tudok elmondani, bár részben említettem, hogy a repülőnél igaz, attól függ, milyen típusról van szó, azért bonyolult felületek, nehezen hozzáférhető felületek is előfordulhatnak. Az ember hajlamos arra, hogy a nehezen hozzáférhető, bár tömíteni való felületeket próbálná elhanyagolni, de az, ami a tipikus szabály lehet az, hogy az, amit a makettező észrevesz, mint hibát a maketten, azt a zsűri is előbb-utóbb észre fogja venni. Úgyhogy érdemes azokat a hibákat még a hibázás elején javítani, legyen adott esetben az tömítés, mert a hibák azok a makettelő építése során csak összeadódhatnak, és egyre nehezebb lesz őket javítani, főleg, hogyha egy rosszul tömített felület, egy fémes festés hatására még durvább hibának látszik, mint egy terepesnél. És a panelvonalakról a témájában azt lehet elmondani, hogy talán tapasztaltátok, talán nem, a fölcsöntési technikának köszönhetően vannak határozottabb panelvonalak egy gyári alkatrészen, és vannak eltűnődező panelek. Az eltűnődező panelek, bár keletkezhetnek a ragasztás, tömítés, csiszolás következtében is, teljesen mindegy, hogy gyárilag egy nem annyira határozott panelvonalról van szó, vagy az későbbi lépések miatt tünedeznek el, azokat érdemes konzisztens formába visszahozni a makett felületére, mint itt esetleg amennyire látszik, vagy nem. Itt a tömített alapozóval ellátott felületet, én utána karcolótűvel vagy fűrészpengével megfelelő méretűre elmélyítettem, hogy ugyanolyan hatással legyen, ugyanolyan szélessége, mélysége legyen a panelvonalnak, mint a makett többi felületén megtalálható. Ez majd a panelvonal befuttatásánál jelenthet ez problémát. 12:00-kor a regisztrációs
százszoros formára, aki zsűrizik a nyelzkes megjelenési ügyelőzítás céljából. Jó, én ezt nem várom meg, ezt a behangorozó. Jó, a következő lépés a kritérium az a futóművek, futóműaknál borítók és festésük. A futóművekre, futóműaknákra is el tudom mondani, és egyébként a többi más szempontra is, hogy úgy kell kezelni adott esetben itt a futóművek és részeit, ezt a területet úgy érdemes kezelni a maketten, mint a maketnek az összességét. Tehát a festék árnyalatokkal a játékok, a fényárnyék hatások, a fakulások, a koszolások, a festék felpattogzódás, a sorjátlanítás ugyanúgy legyen igaz a futóműaknára, a gumiabroncsokra, a felnire, mindenre, mint a maketnek az összességére. Hajlamosak a makettezők, ezt láttam több esetben is zsűrizés során, hogy egy nagyon szépen lefestett, lekoszolt, felső felületű makettnek az alja, a futóaknája, az vagy egyszerűen alapszínre volt festve, vagy hogyha le is volt festve, és valamilyen szinten koszolva volt, a koszolás az aránytalanul elnagyolt volt, és leegyszerűsített a futóműveknek a antikolása, mint amit egyébként a makettező a felső felületeknél alkalmazott. Tehát érdemes, még akkor is, hogyha nehézkes, de érdemes odafigyelni rá, hogy harmóniában legyen a futóműaknának a részletezése, festése és a többi makettel. Itt tipikus probléma, bár az utóbbi években nem találtam, főleg, hogy a fékcsövek a futómű szárról lemaradnak. Ezeket érdemes pótolni, még akkor is, hogyha kicsit macerás. A következő kritérium az a légcsavarok, rotorok és festésük, zárt motor, hajtóművek. A légcsavarok festésénél, amit én látok általában problémák, az öntési sorja az fennmarad a légcsavarnak az alkatrészén. Igen, nagyon nehéz, én is megkilódok vele. A megfelelő sorjátlanítás, a szépen az ívesre összecsiszolása a felületeknek, de még egy festett, egy feketére festett légcsavarnál is, nekem szerencsére nagyon jó szemem van, nagyon könnyen fel tudom fedezni a légcsavar lapátnak az élénél ott maradó sorját. Ezt érdemes körültekintően eltávolítani. A festésnél igaz a főleg akkor, hogyha mondjuk egy fekete légcsavar van a végén sárga figyelmeztető festéssel, ott az a sárga végnek a festését általában a makettezők el szokták rontani. Tudom, hogy nagyon nehéz azt a sárga véget megfelelően kimaszkolni. Ahogy a technológia is adja, általában a sárgát fest, hogyha egy ilyen sárga-fekete festésű légcsavarról van szó, általában a sárgát festem föl és utána azt maszkolom. A maszkra úgy vigyázva, mint a hímes tojás, hogy nem mozduljon el, utána festem meg a fekete részt. Igaz, mivel hogy a légcsavarnak a végén van ez a nagyon pici kis sárga rész, hogyha valaki mégse tudja ezt megfelelő körültekintően kimaszkolni, bár mostanában azt szoktam csinálni, hogy ha ezt a tollat tekintjük egy légcsavarnak, akkor ilyen zsebes technikával egy maszkoló szalagot, mint ez a lap, ezt félbehajtom, és így beborítékolom a légcsavartólnak a végét, és így hagyom, így, ilyen borítékszerűen jól túllógva, hagyom az egészet. Ez egy relatíve biztosan garantálja az, hogy a légcsavarnak mind a két oldalán ugyanott lesz a festékhatárvonal, és valamennyire biztosan tartja a légcsavart, hogy ne csúszson ki a maszkból a toll a festéskor. Persze alternatívaként meg lehet csinálni azt, hogy fordítva fessük, hogy először feketét fessük meg, és utána leragasszuk az egész tollat, és utána végét, mondjuk egy sárga szín esetén azt érdemes ha nem is fehérrel, de világos szürkével alapozni, és utána a fehér világos szürkével átfesteni a sárga színt, fessük meg a tollnak a végét. Itt még a légcsavarnál, amit tapasztalok általában hibák, az, hogy a légcsavar festése az egy steril felület,
nincsen koszolva, nem jelennek meg rajta festékfelpattogzódások, esőnyomok, pornyomok, azokkal is érdemes az ismert technikákkal egy kicsi koszt antikulást felvinni a légcsavartóra, hogy ne legyen ilyen steril hatású. Következő 7-es pont, vagy bocsánat, 8-as pont a pontozó lapon a hajtómű, látható vagy megnyitott motor és hajtóműterek. A motornál is el tudom mondani azt, hogy általában, ha látszódik is belőle valami, akkor aránytalanul egyszerű, túl egyszerűsített a festése, vagy nem elég koszos a motor hajtóműnek a festése, ahhoz képest, amit egyébként a repülő állapota igényel, úgyhogy erre érdemes odafigyelni, ezt is megfelelő módon bekoszolni, vagy a referencia fotó alapján festék megfolyásokat, olaj megfolyásokat alkalmazni. A 9-es pont az üvegfelületek, kabintető ablakoknak a festése. Ismert a referencia fotókról, főleg a világháborús gépeknél az, hogy ezek az üvegfelületek sose voltak tökéletesen tiszták, egy kicsit koszolódtak, igen, ismert olyan referencia fotó is, hogy a földi kiszolgáló személyzet ezeket az üvegfelületeket a bevetések előtt megfelelő módon tisztára takarította mosószeres lemosással. Nekem az a személyes véleményem, hogy egy szép csillogóan tiszta kabintető, az jobban mutat egy kész maketten, még egy koszos, leharcolt repülő esetében is, mint egy hanyagságból picit koszosan maradt üvegfelület. Tehát érdemes az üvegalkatrészeket a lehető legtisztábban tartani, hogyha rájuk megy a festés, valamilyen oknál fogva, akkor azt a lehető legjobb módon eltávolítani. Na most az üvegfelületeknek a festését segítik a gyári maszkoló fóliák, az előre kivágott maszkok, ezeket kézzel is el lehet készíteni. Ha mégis a festéskor, hogyha valami kis festék alá fújódik a maszknak, nem kell megijedni, velem is előszokott fordulni, akkor meg lehet próbálkozni a festéknek a lemosása után, hogyha úgy sérült az üvegalkatrész, az kicsiszolni, felpolírozni, lehet kapni polírozó anyagokat. A polírozás, hogyha valakinek van olyan ingerenciája, az üvegfelületeknek a festése előtt el lehet végezni. Volt egy időben divat, egy ideig én is alkalmaztam, mostanában már nem, de ez csak a hanyagságomnak tudható be. Ilyen future akril lakba bemártani az üvegfelületeket, az ad egy ilyen fényes hatást az üvegalkatrészeknek, amiket esetleg egy nem jó kivitelezett üvegpolírozás után lehet alkalmazni. A kabin építése, festése, tehertér, utastér, ez a következő pont a kategóriálistán, a 10-esen. Ennél is ugyanezt tudom elmondani, mint a korábbi részegységeknél, hogy érdemes odafigyelni arra, hogy megjelenjenek a megfelelő módon a fényárnyék hatások. Sokszor azt látom, hogy mat színnel le van festve egy kabinbelső, ami történelmileg lehet, hogy igaz egy típusnál, de azt látom, hogy a méretarány adta torzítás miatt érdemes azt a matt felületet lecserélni egy ilyen szaténos, egy enyhén fénylő felületre. A szemnek egy sokkal barátibb összhatást ad egy szaténos, egy kicsit csillogós felület, mint egy döglött matt felület. Főleg amiatt is, hogy kicsi az a rész, ahova a fénybe jut. Hogyha egy matt felületet találunk bent, ott a részletek tökéletesen elvesznek. Ugyan megvannak ezek a technikák, hogy élfények, száraz ecsetelés, ilyen-olyan technikáknak az alkalmazása. Nekem az a gyakorlatom, hogy a kabin belsőnek vagy az a tapasztalatom, hogy a kabin belső alkatrészének a festése, itt az oldal falakra gondolok, hogyha azt lefesti az ember, bepanelezi, kiemeli az éleket, az, hogyha már adott esetben megfelelőnek vagy túlzónak találja,
így kiterített állapotban a makettező, hogyha az beépül a makettbe, elkészül, az a túlzó hatás adott esetben az eltörpül, és adott esetben kevésnek is tűnhet a kész maketten, úgyhogy azt bátorsággal lehet ezeket a felület gazdagító technikákat alkalmazni egy kabinbelsőnél is. Az ülésheveterek általában most már a felvító készleteknek köszönhetően elérhetőek, és meg is jelennek a maketteknél. Ott esetleg, ha valakinek van kedve, játszadozhat azzal, hogy ezeket az ülésheveteket festés előtt vagy utána egy kicsit meggyűrögeti, egy kicsit, mit tudom én, az egyik válheveder egy hanyag módon ki van dobva oldalra, az ülésen kívülre, vagy hátra fel van dobva az ülés mögé, vagy esetleg a kabinból félig kilógó egyik ülésheveder egy olyan extrát megjelenést tud adni a maketnek, ami olyan érdekessé teszi ezt a területet, úgyhogy ezzel érdemes játszadozni, de mondom, a más nem, legalább egy kicsit meggyűrögetni, hogy ne csak olyan egyszerű módon lógjanak azok a válhevederek, vagy itt, ami alul az ölné vannak alsó hevederek. 11-es pont a fegyverzet külső függeszmények bombák, egyéb eszközöknek az értékelése. Én azt tapasztalom, hogy a bombák, rakéták azok aránytalanul sterilek szoktak hasonlóan a futóművek festéséhez megjelenni a maketteknél. Főleg a második világháborús gépeknél nyugodtan lehet azokat a bombákat akár ilyen sárszerű anyaggal is, persze a referencia fotókat tanulmányozva, egy kicsit koszolni, vagy ilyen rozsdaszerű dolgokat, antikulást rájuk tenni, mert ezeket ott a vízes felállózó talajoknál görgették, húzták, vonták, érdemes ezzel foglalkozni. A modern gépeknél, amikor rakétákról van szó, hogyha más nem, a kormányfelületek tövénél is érdemes egy kicsit befuttatni azokat a fehér, kék, világos, szürke rakétákat, hogy egy kicsit érdekesebb legyenek ezek az alkatrészek. Tehát sterilen, egyszínre festve, adott esetben felmatricázva hagyni, és csak ennyit elvégezni egy függeszménynél szerintem nem érdemes. A pótartályoknál meg természetesen, főleg a második világháborús gépeknél sokszor látszik az üzemanyag megfolyás, azokkal érdemes egy kicsit időt eltölteni. Itt van nekem a 12-es, 13-as pont, ezek a nyitott fegyverek, megnyitott szerelőterek. Ezekre nem térnék ki külön, mert nagyjából igaz az, amit én elmondtam a futóműveknél, hajtóműveknél. Egy valami nagyon fontos, amit általában elrontanak a makettezők a bontott gépeknél, hogy a bontás az logikus legyen, észszerű legyen. Tehát egy nagy javítását egy repülőnek valószínűleg nem végeznek úgy el, hogy a szárny alatt ott van a rakéta, a bomba elhelyezve. Tehát hogyha valaki megbontja a felületet, akkor remélhető, vagy lehetőleg ne legyen éles lőszer vagy lőanyag a gépnek a közelébe. Én értem azt, hogy bizonyos feljavító készletgyártók készítenek olyan lőszeres ládákat, amiben ott van az éles lőszer, de hogyha például mondom egy diorámán azt mutatjuk be, hogy éppen a motort javítják, vagy motort cserélnek, és mellette egy fegyvertér is megjelenítésre kerül, akkor ott a fegyvertérnél ne legyen felfedezhető éles heveder. Erre érdemes odafigyelni. Lámpák, fényszórók, helyzetjelzők. Ugyanezt tudom elmondani itt ennél a kategóriánál, vagy a kritériumnál, mint az üvegfelületeknél, hogy ugyan a kisméretük ellenére, de érdemes odafigyelni, hogy ezek a lámpatestek, fényszóró felületek, ezek tiszták legyenek, a festésnek a határa az jól definiált legyen. És egyébként például a szájvég lámpáknál
azok megfelelő módon össze legyenek csiszolva, jól beleilleszkedjenek a felületbe. Sokszor, bár én értem azt, hogy könnyebb a gyári alkatrészeket felhasználni és beragasztani szárnybelépén lámpáknál vagy szárnyvéglámpáknál, sokszor érdemes lehet azon elgondolkozni, hogy a gyári alkatrészeket, főleg azért is, mert azokon találhatóak beszívódások, azokat a gyári alkatrészeket külön öntőkeret alkatrészre vagy egyéb feljavító alkatrészre, azokat érdemes lehet lecserélni, még akkor is, hogyha plusz munkával járnak. 15. pont az antennák, merevítők és vezérlő húzalozások. A kés antennáknál, amiket általában látok, hibák az, hogy a kés antennák a gyári vastagságúak maradnak. Értem én azt, hogy ezek a kisméretük miatt nehéz kezelni. Sokszor a kés antennáknákat én úgy szoktam elvékonyítani, hogy vagy az öntőkereten, vagy az öntőkeretet úgy vágom ki, hogy egy kis öntőcsop marad a kés antennáknál, és az öntőkeretet, vagy az öntőkeret csonkot, mint ilyen nyelet használva, vékonyítom el a kés antennákat a megfelelő vékonyságúra. A húzalantennáknál, amiket tipikusan látok problémák, az, hogy aránytalanul vastagok a repülő méreteihez mérten. Ha meg elágazás van a húzalantennáknál, most itt rajzolok, remélem látszik, ha van egy ilyen T-elágazás a kabintető meg a gépnek a farok része között, akkor ez az elágazás, ez egy picit túlnyúlik. Ezeknél érdemes odafigyelni, adott esetben egy vadonatúj szikét alkalmazva, odafigyelni, hogy ez a túlnyúlás ez ne legyen, ez eltávolításra kerüljön. Van egy olyan technika a repülőknél, hogyha így jön a törzse a repülőnek, hogy itt a törzsbe készítünk egy furatot, adott esetben átfúrhatjuk a repülőnek a anyagát is teljesen. Elkészítünk először a kabintető meg a farokrész közé beragasztjuk a húzalantennát. Itt először megragasztjuk ezt a pontot úgy, ahogy kell, és utána beigazítjuk a előre kifúrt lukba ezt a húzalantennát. Vagy esetleg innen alulról beillesztjük ezt a húzalantenna részt, és akkor addig toljuk fel, amíg hozzá nem ér ez az antenna csatlakozáshoz. Erre érdemes odafigyelni, ha valaki elég házi barkács, meg biztos kézzel rendelkezik, hogyha van kedve a plusz részletekre odafigyelni, akkor általában a húzalantennákon található kábelszigetelés, érdemes ezt imitálni, hogyha ez a típusra jellemző és megfigyelhető. Ezeket szoktam látni, mint tipikus hibák a húzalantennáknál. És rátérhetünk a festésre, igaz, itt ebben az egyszerűsített pontozó lapra már a festés szekció is jó pár ponttal egyszerűsödött. A 16-os pont az a festés matricázás nehézségi foka. Itt ami ebbe a pontba meghatározó, az a maketten alkalmazott színeknek a számossága, a színek átmenete, hogy éles kontúros vagy átmenetes kontúros festés van-e, a matricázásnál meg az, hogy mennyi matricát kellett fölhelyezni a maketre, és azoknak a matricák, a méretük vagy a felületbonyolultság miatt mennyire nehéz lehetett ezeknek az elhelyezése. Ez egy elméleti, egy ilyen előmérő kategória a következő ponthoz, a 17-eshez, a festés kivitelezése, tisztasága, átszóródás. Igen? Egy esetleg festnek a felségjelzéseket, ilyesmiket a kódokoltatásban az hogyan alakul. Nyilván akkor nincsen matricázat, és tetszeleket matricázat, mint a festésben van. Igen. Hát ez megint ilyen iskolától vagy a versenyektől függ.
így hallottam olyan beszámolót, hogyha egy matricák festése, ha nincs semmilyen matrica a maketten, akkor azt vagy kihúzzák, mint értékelhetetlen szempont, és ez önmagában nem vonja le a maketnek az összmegítélését. Külföldön volt, ahol nulla pontot adtak le rá, tehát rontotta a makettet. Az, hogyha nem került matrica, bár elvileg kellett volna rá az összmegítélését, és még akkor is, igaz, amikor helyettesítésről van szó. Magyarországon szerencsére, hogyha a matricák festéssel vannak helyettesítve, azok inkább azok a plusz pontot jelentenek a megítélésében, mint hogy levonják. De hogyha nincs matrica a maketten, akkor mi általában azt kihúzzuk, és anélkül kap majd összpontszámot, vagy összértékelést a makett. Jó, tehát, hogy a festés kivitelezése, tisztasága, átszóródások, ahogy itt a leírás is mondja, a színhelyesség mellett nagyon fontos az, hogy az átszóródások azok a méret aránynak és a géptípusra jellemző sajátosságokat kövesse. Tehát, hogyha megnézzünk egy modern, mondjuk egy MiG-21-es gépet, az életben az nagyjából ekkora a festék átszóródás. Ez egy olyan 10 centi körülbelül. Az nagyjából 2 mm-es festék átszóródás jelent 1:48-ban, ha jól emlékszek, jól számoltam, de ez egyfajta véglet. Én úgy gondolom, hogy az 1:48-ban az 1 mm-es átszóródás az esztétikailag és történelmileg az egy hiteles átszóródás. Hogyha ettől eltérünk, akkor ahhoz vagy fotoreferencia anyagot érdemes mellékelni, vagy azt érdemes a festés során javítani. A festés során többféle technika is van a megfelelő színátmenetnek a kialakítására. Az egyik a maszkolás. A megfelelő formára kialakított sablont fölhelyezzük a felületre, a sablon mentén festünk. A másik, ami a bonyolultabb, amit én követek, az a szabadkezes festés. Teljesen mindegy, hogy hogyan kerülnek föl az alapszínek. Hogyha túl nagy lesz az átszóródás, akkor vagy maszkkal, vagy szabad kézzel az átszóródás mértékét, hogyha azt mondjuk, hogy van egy átszóródás, egy ekkora terület, itt mit tudom én, van egy A szín, van egy B szín, akkor a B színnel ebből az irányból haladva szépen egy ilyen satírozó mozdulattal lehet koptatni ebből az átszóródásból. Vagy az A színnel haladva, ebből az irányból haladva errefelé tudunk egy picit koptatni ebből az átszóródásból, ha ez segít. Van, aki ezt gyakorolja, van, aki nem. Ezekre érdemes odafigyelni. A tipikus probléma, amivel én találkozok, hogy például a szárny felső felületnek a maszkolása, festése, főleg akkor, hogyha maszkolásról van szó, ez általában jól szokott sikerülni, és itt megfelelőek a színátmenetek. Ilyen törzsvezési, törzszárny csatlakozásoknál ott a maszkolás nehezebben kivitelezhető, már a felületi sajátosságok miatt is. Itt általában az átszóródások megnagyobbodnak, itt rosszabbra sikerülnek, és a javítások nehézsége miatt általában a makettezők ott úgy is szokták hagyni. És persze ezt a zsűri ki is szokta szúrni, és megfelelően rossz pontszámot kap rá. A matricázás, felségjelzés, feliratok kivitelezése, ez a 18 utolsó előtti pont a pontozólapon. A matricázásnál, amit én általában tipikus problémának látok, az, hogy a matricázás előtt a festett felületeknek a felülete nincs megfelelően előkészítve, ez azt jelenti, hogy nem megfelelően fényes vagy sima a felület. Ennek hatására a matrica, amikor rákerül, akkor becsillan. A becsillogás az abból következik, hogy levegő marad a festett felület és a matrica réteg között,
és ez egy ilyen csillogás hatást okoz, ezt megfelelő lakkozással lehet csökkenteni, vagy amit én emellett alkalmazok, amit javaslok, az az, hogyha például van egy jelzésünk, amit általában, mondta egy P-jelzés, ezt a matricából megkapjuk valamilyen befoglaló lakréteggel. Ezt a lakréteget egy új szikével, amennyire lehet, ezt érdemes lehet eltávolítani, levágni a túlnyúló részeket, adott esetben ezt az íves részt is vagy egyenesen, vagy az ívet követve levágni, amennyire lehet, vagy amennyire észszerűnek tartjuk, és ezért ezek az egyébként átlátszó felületek, ezek miután eltávolításra kerültek, ezek kevesebb lehetőséget adnak a maketten a felületeknek a becsillogására. Ezekkel érdemes eljátszadozni, hogyha valakinek elég biztos a keze, ez egyik dolog. A másik meg az a stencil feliratoknál, hogyha van valamilyen szöveg. Igaz, itt ennél is az van, hogy a szöveg az igényel egy ekkora hordozó réteget, de általában mindig egy picit túlnyúlik a matricán. És ezt a keretet, hogyha ezt megfelelő módon levágjuk, ez igaz egy egyszerű dolog, mert ezt egy vonalzó mellett szoktam én is végezni, akkor hogyha ezt megfelelően körbe tudtuk vágni ezt a feliratot, akkor már önmagában az, hogy ezt a keretet, a matricának ezt a keret részét eltávolítjuk, már ettől egy ilyen felfestett hatása lesz a stencil feliratnak, vagy az egyéb matricajelzéseknek. Hogyha ezt megfelelő módon körbevágjuk, én ezt többször örömmel tapasztaltam a saját makettjeimnél is, akkor hogyha megfelelő módon beszívódik a panelvonalakba a jelzés, akkor már ez önmagában egy ilyen felfestett jelzést ad. Tehát, hogy nem, onnantól kezdve senki nem fogja tudni megkülönböztetni, hogy ez egy matrica volt, vagy tényleg egy felfestett jelzés. Igaz, itt említettem ezt a beszívódást a panelvonalakba, meg a szegecsekbe. Most már lehet kapni jó pár évtizede ilyen matricalágyító folyadékokat. Azokra érdemes odafigyelni, hogyha például itt fut egy panelvonal, használtunk matricalágyítót, és a matricalágyító, megszáradt a matricalágyító, minden nem futott be a panelvonalba. A matrica, érdemes egy éles szikével végigvágni itt a panelvonal mentén a matricát, megint egy kis matricalágyítót oda vinni, hogy szépen besimuljon a panelvonalba a jelzés, mert az egyik legillúzió romboló hatás a matricánál, amikor van egy, most ezt lemásolom még egyszer ezt a jelzést, amikor itt futna egy panelvonal, és látszik, hogy mit tudom én, idáig beszívódott a panelvonal, itt a jelzés, itt kimaradt, akkor itt megint folytatódik a panelvonal, itt kimaradt valami, és hogy vannak ezek az ilyen lukak. Úgyhogy nyilvánvaló, hogy ott a panelvonalba kéne lennie a jelzésnek, a panelvonal kihangsúlyozás meg minden, itt ezeknél nem valósul meg, és ez rontja az összhatást. Hogyha például emellett valami szegecselés is megjelenik, azokat a szegecseket is, ha nem szívódik be a panelvonal, érdemes egy tűvel egy picit megpontozni, megint alkalmazni a matricalágyító folyadékot a felületen, hogy a beszívódáshoz megfelelő mértékben történjen. Az utolsó pont a listánkon az üzemeltetési nyomok antikolás. Itt általában a hanyag előkészületek miatt, amit én tapasztalok, az, hogyha egy panelvonal már az elején az előkészítés fázisban nem került megfelelően újra karcolva, újra elmélyítve, stb., amikor a panelvonalaknak a befuttatása történik, valamilyen folyadéka, akkor hogy a panelvonal, hogyha ezen a részen eltünedezett, akkor a folyadék itt igazit vagy nem fog megjelenni, vagy sokkal halványabban fog megjelenni, mint a többi panelvonalnál. Ez megint a rontja a maketnek az összhatását, úgyhogy érdemes erre odafigyelni, hogy az összes panelvonalunk
vagy előkarcolás, vagy a matricázásnál ez megfelelően beszívódjon, vagy létezzen. A panel vonalaknál a panel vonalak befuttatására használt festékeknél érdemes ugyan a makett színeihez harmonizáló, de nem egy karakteres fekete-fekete színt használni, hanem egy sötét-szürke barna árnyalatot, vagy ennek egy világosabb változatát a felső terepes színeknél, alsó színeknél meg egy ilyen közép-szürke és valamilyen barna szín keverékét használni, de nem egy egyszerű fekete színt a panelvonal befuttatására, mert ezt látom általában tipikus hibáknak. Az antikulásnál még arra érdemes odafigyelni, hogy a festékkopások, festék, üzemanyag megfolyások, ilyen-olyan esőnyomok megfolyások, azok ne csak a repülő felső felületén, hanem a repülőknek az alsó felületén is megjelenjenek. Természetesen a kopások, a nap okozta fakulások, ez az amaz, az adott esetben visszafogottabb lehet a gép alján, mint a tetején, de ne legyen túl nagy kontrasztban, hogy alul steril a repülő, nincsen semmi koszolás, megfolyás, a teteje meg ennek szöges ellentéte. Erre érdemes odafigyelni. Ennyi lett volna a pontozólapunk. Egy gyors kérdésem, majd belenézek itt a jegyzetembe, az lenne, hogy kinek van az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése. Ha van, igen. Tehát az volt a kérdés, itt már a felvételre mondom, hogyha festés után sérül a makett, teljesen minden mi miatt, akkor mit lehet csinálni? Hát nagy levegőt venni, hogyha kell egy pár napot rápihenni, össze kell ragasztani, kicsiszolni, kitömíteni és újrafesteni, reménykedni, hogy... Igen, reménykedni, hogy az újrafestett rész, ennek az árnyalata, az olyan lesz, mint amilyen a gépnek az összhatása. Egyébként csak egy ilyen kis színes szagos történet, hát már nem tudom már hány évtizeddel ezelőtt történt meg velem, Moson-Magyaróvárra mentem makett versenyre, volt egy hasonló, egy ilyen félig megbontott repülőm. Az odafelé út során megsérült a makett, letört a függőleges ezését róla, valamilyen szinten azt hiszem megragasztottam, még talán valami díjat is kapott, hazamentem, megcsináltam rendesen, és a javított makettem jobb lett, mint amilyen a javítás előtt volt. Ez mondjuk engem meglepett, mert általában nem ez várható. A javítás nyomok a legjobb igyekezetünk ellenére is azért valamennyire ott maradnak. De szerintem érdemes megmenteni, főleg, hogyha már elég munka ment vele, és sajnálja. Én általában szoktam sajnálni a befektetett munkát, hogy az a kukába végezze. Igen, szóval a kérdés az volt, hogy a kabintetőt mikor érdemes fölhelyezni, festés előtt vagy festés után. Zárt kabin, de egyébként akármilyen másra is vonatkozhatna a kérdés. Én sosem mertem festés után lefesteni. Én mindig aggódtam attól, hogy a ragasztás után a festett részek meg a repülő egyéb rész az megfelelő módon illeszkedik-e. Úgyhogy nem, én nem mertem. Én nem bízom. Igaz, hogyha, bár ez nem a... Most azon gondolkozok, hogy a következő előadás majd csak egy órakor lesz, úgyhogy akár még húzhatjuk is ezt a beszélgetést, itt a jelenlétet, mint a rétes tésztát. Igaz, ez a netes megjelenéssel kapcsolatban egy olyan megjegyzésem van, hogy általános tapasztalat az, hogy nem mindegy az, hogy egy makett, mert igaz, most gondolom azért ültök itt, meg én azt pedzegettem a bemutatóban, hogy mindenki szeretne jó makettet csinálni. Azért van ez a pontozónak is az, hogy megpróbáljuk definiálni azt, hogy mi az a jó makett. Most nekem az a tapasztalatom, hogy nem mindegy az, hogy jó makettet a szabad szemnek készítünk, vagy a fotónak, az interneten készítünk jó makettet. Én a legutóbbi makettemnél jártam úgy, hogy elkészült, a szabad
a saját szememnek ízlésesnek tűnik a panelvonalaknak a befuttatása, de nem tudom úgy lefotózni a makettet, hogy a fotón aránytalanul túlzónak ne hasson a panelvonalaknak a befuttatása. De hogyha én visszaveszem a panelvonalaknak a befuttatását, hogy a fotón jól mutasson, akkor kirakom ide az asztalra, bármelyikőtök ide jön, és azt mondja, hogy nincsen befuttatva a panelvonal. Tehát ezt el kell dönteni, és ez az egyik talán nagy átka, vagy adott esetben előnye az internetes maketteknek, a mustrájának, hogy az, ami az interneten, a fotón jól mutat, vagy adott esetben most utólag beragasztam azt a zárt kabintetőt, és azzal nincsen semmi baj a kész maketten, az internetes fotón, meg a videókon, akkor ha én ezt élőben megnézem, akkor ott lehet, hogy majd előjönnek hibák, amik a internetes fotón nem jönnek elő. Tehát mivel, hogy ez a pontozó alap is, meg a zsűrizés is, meg saját magamnak a vitrin dolog, az élő világnak, nem az internetes, meg a fotóvilágnak készül, én azt javaslom, hogy a hibákat minél hamarabb érdemes kiszűrni. És én úgy vagyok fel, hogy az ilyen antenna dolgokat, meg a nagyon törékeny dolgokat leszámítva, én próbálom minél hamarabb felragasztani mindent a maketre, hogy ne érjen meglepetés. Jó, és akkor a jegyzetemet megnézném. Igen, azt mondtam, a régen volt a pontozólapon ez a dokumentáció szempont, vagy a dokumentáció kritérium, hogy hogyha a tipikus festéstől, tipikus ismeretanyagtól eltérő maketet készítünk, azt általában érdemes valamilyen szintű képanyaggal alátámasztani, ezzel is segítendő a zsűrinek a munkáját. Igen, nagyjából ennyi. Jó, hát ha kérdés, hát ha más nincs, más kérdés nincs, akkor köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy hasznosak voltak. Volt a beszámolóm, az észrevételek, a pontozólap, meg még egyszer mondom, mindenkit bátorítok és javaslom azt, hogy vagy az internetről letöltve, vagy fizikai formában egy ilyen pontozólapot, ha más nem sorvezetőnek szerezzen be magának. A következő maketjének, vagy a következő maketeknek az elkészültéhez, és remélem, hogy tudtam valami újat mondani, mutatni itt a mostani beszámoló során, és akkor maketségekbe gazdag következő építéseket kívánok nektek. Sziasztok!